Szegedi Tudományi Egyetem gazdaságtudományi kara nem indíthatott államilag támogatott gazdaságtudományi alapképzéseket szeptemberben, ezért ösztöndíj alapításba kezdett, és erre ösztönözte vállalati partnereit is. Céljuk az volt, hogy mérsékeljék a hallgatók anyagi terheit egyrészt nevesített vállalati, intézményi ösztöndíjakkal, amelyek az alapító cég nevét viselik, másrészt a Szegedi Tudományi Egyetem gazdaságtudományi kar tehetsége ösztöndíjjal. Azzal a szándékkal és azzal a reménnyel alapítottuk a gazdaságtudományi kar tehetség ösztöndíjat, és erre kértük partnereinket, akik mind vállalati, mind intézményi, mind önkormányzati partnerek, hogy segítsék azon hallgatóinkat, akiket ilyen vagy olyan okok miatt az állam már nem tud segíteni. Segítsék ezen hallgatóinknak a családját, és ezzel járuljanak hozzá, hogy minél kiválóbbak legyenek szakmájukban, és minél kiválóbban tudják végezni a tanulmányokat. A kar által alapított ösztöndíjat 25 hallgató kapta meg, 17-en pedig az együttműködő cégek és alapítványok támogatását nyerték el. 1, 2 vagy akár 7 fél évre szól az anyagi segítség, átvállalva a képzési költség felét vagy teljes egészét. Csak a legtehetségesebbek és a legrátermettebbek kaphatták meg az ösztöndíjat, így számukra nem csak segítséget, hanem motivációt is jelent. Számomra ez egyfajta elismerés, egy belém fektetett bizalom. Bíznak bennem, hogy én megérem azt a pénzt, amit belém fektetnek, hogy a fél év folyamán kamatoztatni tudom a pénzt és a tudást egyaránt. És ez az egyetemhez való, a tanuláshoz való hozzáállásodat hogyan befolyásolja? Természetesen megpróbálok maximumot nyújtani minden egyes órán, a dolgozatok és a CH-k folyamán egyaránt a maximumot nyújtani. A szponzorok többsége már évek óta áll partner kapcsolatban a karral, így kötelességüknek érezték a támogatást, emellett szeretnének minél több hallgatót bevonni a működésbe, potenciális, fiatal és motivált munkatársakat találni, illetve példát mutatni más cégeknek. Több éves múltra tekint vissza a Printcare és a gazdaságtudományi kar együttműködése. Nagyon kedvező eredménnyel például az egyik 5. éves évfolyam egy vevőelégedettségi mérést készített nekünk. Nagyon örültünk, és azt láttuk, hogy nagyon okosak és nagyon ügyesek a fiatalok. Természetesen ez a múlt, ami az együttműködésben van, kötelezett bennünket abban, hogy segítsünk a jövőben is. A hallgatók július elejétől önéletrajz, motivációs levél és egyéb kapcsolódó dokumentumok benyújtásával pályázhattak az ösztöndíjas helyekre. Az elbírálásnál elsősorban a pályázók felvételi pontszámát és rátermettségét vették figyelembe, de a szociális helyzet és a nyelvtudás is sokat számított. Egyes ösztöndíjak esetében augusztus végére a támogató cégek meghallgatást szerveztek, ahol személyesen is találkozhattak a jelöltekkel. Mikor először kezdtem hozzá az önéletrajzíráshoz, illetve a motivációs levél megírásához, izgalmat éreztem, mivel ez volt az első alkalom, hogy egy önéletrajzot megírjak. Úgy érzem, ez segítség lesz később a munkavállalásnál is, tehát már a jelentkezés is egyfajta pluszt adott a jelentkezőknek. Emellett az interjúkat kifejezetten hasznosnak találtam, és megtudhattam a cégekről is plusz információkat, amikre kíváncsi voltam, illetve nagyon segítőkészek is voltak. A gazdaságtudományi kar már a jövőre is gondol. Újabb potenciális támogatókkal kezdték meg a tárgyalást, és jelenlegi partnereik is jelezték további támogatási szándékukat. Dr. Vilmányi Márton szerint az oktatás egy beruházás, így a sikeres együttműködést látva úgy gondolja, hosszabb távon fenntartható ez az ösztöndíjprogram. Ezeket az ösztöndíjakat meg fogjuk hirdetni a következő évben is, az követő évben is, és az azt követő évben is, amennyiben természetesen más támogatási forrás továbbra sem áll rendelkezésre a hallgatók tanulását erősegítendő. Reményeim szerint ezeket az ösztöndíjakat bővíteni fogjuk tudni. Több vállalattal állunk már ma is tárgyalásban, akik csatlakoznának az ösztöndíjprogramunkhoz. Ezt leghamarabb az ő hozzájárulásukat februárban tudjuk meghirdetni, de legkésőbb természetesen a következő év szeptemberében beiratkozott hallgatók fogják igénybe venni az ő programjukat. A gazdaságtudományi kar hálája jeléül egy emléktábla felállításával is megköszönte partnerei segítségét, bizonyítva a közös munka eredményességét és a további együttműködési szándékot.